hogy ez a világ még létezik, nem is értem. Irodaházak nőnek, odakinn a réten, megint új csillag született a héten. Ez több, ez jobb, ez szebb, mint reméltem. Radioaktív 2005-ben alakult ebben a formában, ahogy most játszunk. Az első pillanattól kezdve kiválóan tudtunk együtt játszani, éreztük egymást, úgyhogy azóta is töretlenül zenélünk együtt. Néha újra kell színezni a kifakult eget. Lemezfelvétel, tehát beszéljünk a körülményekről. Mivel hogy egy rockzenekar vagyunk, ezért így nagyon nem viszük túlzásba a tervezést. Igazából lemegyünk a próbaterembe, megírjuk a számokat. Ebbe így amennyi rock and roll bele tudunk sűríteni, annyit belenyomunk. Tehát igazából improvizációkkal, spékelt próbákat kell elképzelni. Szerelemvonatot eljátszunk legalább háromszor, mire valami értelmes dolognak nekiállunk. És aztán így megszületnek a dolgok, és így szépen lassan elkezdenek formálódni, aztán elmenjünk a stúdióba, és ott valami egészen másfajta formát öltenek, mint amilyen előtte volt ez az egész történet. Azért a szöveghez mindig tartozik egy érzésvilág és egy zenei világ, amit aztán az egymás elé viszünk, egymás elé tárunk, és saját kreativitásunkkal egyénileg színesítjük, illetve beletesszük a sajátunkat, ki mit érez magáénak ebből az egész történetből, és így áll össze az egész. Így történt ez a Csak még egyszer című dal esetében is. Igen, tudom, féltesz. Ki igazából valahol fogott úgy komolyabb időtartamon keresztül hangszert a kezébe, az nagyon jól tudja azt, hogy a zene az egy olyan dolog, ami így elkezd önálló életet élni, és ez benne az igazán szép. Csak még egyszer, hogy született? Mindenki szerintem megtalálja magában azt az alapvető érzést, ami ehhez köthető, úgyhogy érdemes meghallgatni a dalt, és azután beszélni erről. Amit veled töltöttem el, hogy most már menni kell, én csak azt akarom, hogy veled kezdődjön el a holnapom. Megtervezed volt-e, vagy spontán? Beszéljünk kicsit a forgatásról. Én azt gondolom, hogy ezek a forgatások, ezek így a megtervezettség és a spontaneitás kellő arányát képviselik. Itt vagyunk a HSMK nagy színpadán, ahol Radioaktív készíti az új lemez első videóklipjét. Két különböző városból adódtak a főszereplők, nagyon jól alakítanak itt a forgatáson, úgyhogy én szerintem jó eredménnyel fog ez zárulni. Akkor biztos tudjátok definiálni, hogy mi ez a radióérzés. Nem véletlenül hívják érzésnek, tehát érezni kell. Az érzéseket elég nehéz szavakba önteni. Felfűt a vágy, így édes a bűn. Mi azért használtuk ezt a fogalmat, mert nincs jobb ennél arra, amit érzünk, amikor a színpadon vagyunk, illetve amit talán érez a közönségünk, amikor a színpadon lát minket. Együtt kell létezni, érezni ezzel a hangulattal. Aki egy hullám hosszon tud ezzel pendülni, az egyből tudni fogja, mi az a radióérzés. Én csak azt akarom, hogy veled kezdődjön el a holnapom.